Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitker Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül bárki. Gyertek és tartsatok velem! Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el! És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízz magadban, bízz bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem! Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Kezdjük is el! Mély levegő. Húzza vált. Váltva, párosan, törzs döntések ellentétes irányba. Teljes testet át fogjuk mozgatni, tényleg alapgyakorlatokkal készültem, úgyhogy bárki kortól, nemtől függetlenül nyugodtan álljon be. Pici! Másik oldal. Válladon a karod. Válkörzés hátra. Előre. Jön a hinta. Ezeket az alapgyakorlatokat adásról adásra meg fogjuk tanulni, és a végén nagyon-nagyon szépen össze fog állni. Észre sem veszitek, hogy mennyi alapgyakorlatokat tanultatok meg. Figyelj, hugol! Figyelj arra, hogy mintha egy székre ülnél le, hátra engeded a fenekedet, és a térded nem megy a boka elé. Térdfájósoknak nem kell mélyre menni, csak ameddig jól esik. Gyerünk még egy picit. Összekötjük az előbbi hinta, gugol. Hinta, gugol. Szuper, maradj lent. Oldalsó középtartásba a kéz. Pici. Tartod lent. Egyik tenyérrel fordulsz a másik oldalra, érinted a tenyered. Gyere föl, fönn, lent. Fej fölé emel a kar, és oldalsó középtartásba engedd le. Még kettő. Rendben, zárt állás. Akinek megy, oldalsó középtartásba akar, akinek nehéz, vállán a kéz. Emel a láb oldalt, figyelsz, hogy a tartólábad enyhén hajlítva, nyújtva emel a másik. Előre emel ugyanez a láb, csak előre. Figyelj, oldalt, elől.
A térdet nem feszíted vissza, nagyon fontos. Óvjuk az ízületeket. Aki bírja, hú, tol, gyerünk. 8 darab ismétlés. Tart a láb, nyújt hajlít. Ha valakinek esetleg nem megy, és az is nehéz, hogy fogja a vállát, nyugodtan megtámaszkodhat valami székbe, vagy rá alkalmatos eszközbe. Szuper! Hinta! Súlypontot helyezed át egyik lábadról a másikra. Megint zárt állás. Másik lábadon állsz, az lesz a tartó lábad, és emel oldalt nyújtva. Ezeket a blokkokat, amiket látni fogsz, előre emel. Ezeket ismételheted többször, tehát hiába 8-10 perc maga a mostani tornánk. Húz és tol, megismételheted akár háromszor ugyanazt a mozdulatsort. Nagyon ügyes vagy, látod, hogy megy? Hinta! Picit tart lent, icipicit, ellentétes bokához, éri, egyenes háttal, egyenes a törzs, súlypontot helyezed át. Rendben. Megint az jobb lábaddal, oldalsó középtartásban a kéz, mint ahogy az előbb tanultuk, megemel, előrehoz, és megpróbálod rátenni a térdedre. Jó? Térded hajlítva, elől összeérint mellkas előtt a két tenyér, hosszan felnyújtózol, vissza leenged, és oldalsó középtartás. Még háromszor ismételjük. Hosszú vagy. Figyelj, ha megy, picit tartod, hátra emeled a lábadat, törzsdöntés előre mérlegállásba, 8 darab pici. Jó, ragd le, fül mellett a kéz, 8 darab húz a térd és húz rá a kéz. Nagyon szép. Megismételjük a másik oldalra is. Tehát kiinduló helyzet. Oldalsó középtartás, oldalemel a láb, elől felhelyezed a térdedre, megkeresed az egyensúlyodat, tenyér összeérint, hosszan nyújtózol föl, vissza és oldal. Nagyon kellemesen áthozgatja az egész testet. Nem megerőltető, úgyhogy bárki végezheti. 3 éves kortól 100 éves korig nyugodtan. Jó, megint hinta. Figyelj! Oldalsó középtartás. Megy hátra a láb. Pici, 8 darab. Lerakod fül mellett a kéz, és indítod a 8 húzást, nem kell gyorsan. Kis terpesz, vállszélességnél szélesebb, és guggolunk újra. 8. Mikor feljössz, csípődet picit előre tolod. Figyelsz a szabályos guggolásra, amit az elején megbeszéltünk. Csak tart! Pici! Rugó!
8, 7, 4, 3, 2, szuper! Hogy vagy? Kezdesz bemelegedni? Nagyon jó! Picit pihen a koksi és a comb, jönnek a karok, oldalsó középtartás a kiinduló helyzet megint, és pici karkörzésekkel előre. A törzsed egyenes, csípőd magad alá behúzva. Hátrafele. Csak tart! Ezeket a gyakorlatokat a későbbiekben súlyzóval is meg fogjuk csinálni, de ahhoz még fejlődnünk kell. Ütjük kifele. Üt. 8. 4. 3. 2. Figyelj! Tol föl! Lassan! Lapockát hátul szorítod össze. Ha oda tenném a kezemet a lapockád közé, a két lapockáddal összeszorítanád a tenyeremet. Figyelj! Marad ez az állás kiinduló helyzetbe. Mint a madárijesztő, fordítod lefele az alkart. Fáj már a karod? Ha még nem, akkor edzett vagy. Ha igen, akkor itt a helyed köztünk, ezeken az átmozgatós edzéseken. Szuper, rázd meg egy picit. Jön megint a hinta. Összekötjük ezeket a gyakorlatokat egybe, amit most megtanultunk. Hinta. Hinta, bugol. Hinta, bugol. Na, még egyszer. Figyelj, zár. És már csak négyet megyünk oldalra. Lefelezünk minden. Négyet előre. Innen oldalt, elől, térdre föl. Ezt is lefelezzük, ebből már csak kettőnk lesz. Innen engeded hátra. 4, 3, 2. Lent és húz a 4. Jön a másik oldal, de előtt egy picit hintázunk. Szuper! Másik oldal. 4. Hogy vagy? Oldalt, elől, térdre. Föl. Órodon szívod mindig a levegőt, szádon fújod. Megyünk mérlegállásba. 4 pici. Letesz és jön a húzás. És jön a hinta innen. A boka érintéssel, súlyát helyezéssel. Nagyon jó. Leteszed a tenyeredet, és csak pici. Lassan följössz csigolyáról csigolyára. Válkörzés hátra és bezár. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted.
hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, vállkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!